Sikkal azért azt nyugodt szívvel kimondhatjuk, hogy ez az erősebb. Itt jöttek össze a jobb csapatok. Itt vannak azok, akik, illetve több esélyes van a továbbjutásra. És itt lehet is látni mindjárt a tabellán. Jelen pillanatban azért áll, azért szeretném megjegyezni harmadik helyen a PVSK, hisz az Orsiz már egy meccsel többet játszott, ő tegnap lejátszott a mérkőzését. Alul látszik is az eredmény, a litvánokat verte meg. De gyakorlatilag a Vilnius is hihetetlen jól kezdett. Az első két meccsét otthon megnyerte, utána összeroppantak, Szamara szintúgy, és még a Parma sem lefutott, mert őnek is sikerült két győzelmet azért összekaparnia. Ez a 2-4 meg 5 győzelmek nem olyan nagy különbséget jelentenek a tabellán, nagyon kiegyensúlyozott. A Pécs szerintem azzal tud ott lenni fönt, ahol van, hogy egyrészt jó a játékos állománya, azért neki is jó a játékos állománya, szerintem az elmúlt évhez képest erősödtek is, kettő valami olyan fantasztikus akarattal játszanak minden mérkőzésen, és annyira jól felkészültek, főleg fizikailag én úgy ítélem meg, és hát teljesen jók a felkészültség taktikailag is az ellenfel. Itt mellettem Rád Géber László, akihez szinte természetes a kérdés. A legutóbbi mérkőzésen a Bruno ellen enyhén szólva látszott a mérkőzés második részében a csapaton a végtelen kimerültség. Azóta azért sokat nem pihenhettek. Össze lehetett rázni ezt a gárdát, különösen, hogy tudjuk, már két sérült is van a listán. Igen. Nehéz időszakot élünk át. Sajnos kicsit a fáradtság, az utazások fáradtságát nehéz volt kipihenni, most szerencsére itthon voltunk, rá tudtunk pihenni, tehát nem a munkával, hanem az itthon léttel, a saját ágyban alvása, a saját csarnokba edzése, tudtunk rápihenni, és azt gondolom ez egy kicsit felfrissített a csapatot, próbáltunk kicsit az edzés módszertanon változtatni, hogy érdekesebbek legyenek az edzések, hogy kicsit felfrissítsük a csapatot. Én ezen kívül két nagy problémát látok, az egyik az, hogy maga az érzéki, a szenzori fáradtság mennyit fog kitenni, ami ellen nehéz harcolni, hogy felfogják-e mennyire fontos ez a mai mérkőzés, de remélem, hogy igen, sokat beszélgettünk a meccsről. Másik pedig a sérült játékosainknak a teljesítménye, és itt első sorban Ambrus Erzsébetre gondolok, akinek sajnos egy komolyabb Achilles-in gyulladása van, és meg belegít, és megpróbál játszani. Végül is ők hárman a centersorban voltak az első fordulóban a szenzációs szamarai győzelmünknek a legjobb játékosa. Branzolat 29 pontot dobott, Ambrus és Anderson 10 felett, és nagyon jó védekeztek a magas embereken a szamarában. Tranquilliról is azt lehetett hallani, hogy problémák vannak vele, ettől függetlenül a pályára lép ma este, illetve milyen hatékonyság várható tőle? Hát igen, de végül is. Tehát egy dolgot fel kell fognunk, hogy ebben, ahogy áll a csoport most, egy-egy győzelemmel tényleg az első helyé felé lépkedünk, de egy-egy vereséggel pedig ki is eshetünk. Tehát itt akár ebben a csoportban elsők lehetünk, akár ötödikek is, az ötödik hely is, és egy labda, két labda dönthet. Mert ugye 5-2-5-2-vel áll a kettő első helyezett, a Brno és mi, és 4-3-mal áll a következő három csapat. Úgyhogy ezt remélem, hogy a lányok ezt felfogják. Nagy szerencsé ezt a mérkőzést itthon játsszuk, itt a közönség, aki biztos jeleket fog adni, hogy hajrá és hogy rajta, és remélem, hogy fel is tudunk pörögni, és egy maximumot, ez az ebbeni pillanatban lévő maximumunk is elég lesz, hogy legyőzzük az oroszokat. Nem tudom kihagyni a kérdést. Hisz a hazai győzelemben? Hogy hiszek-e? Persze. Hát most hát nem ülnék itt, meg nem csinálnám ezt a munkát, ha nem hinnék benne. Hát hiszek és reménykedek. Csak mondom, én mindig próbálok objektív lenni. Azaz az a legjobb felkészülés egy meccsre, legalábbis ezt én számomra, hogyha a mi legrosszabb variációnk az ő legjobb variációk ellen is megfelelő. Mert most arra nem lehet számítani, hogy majd mellé dobnak büntetőket, mi meg majd bedobjuk a hármasokat, hanem fordítva. Úgy persze, hogy hiszek, de ezek azok a dolgok, amire oda kell figyelni, mert ha ezekre nem figyelünk oda, akkor nehezen fogunk győzni. Nagyon szépen köszönöm. Szépen és szeretettel köszönjük a Sport1 nézőit, a Kabala Maci és Rád Géber László együtt a képen.
Elsőként pedig Fegyverneki Zsófia jön be a bemutatáshoz, aztán jönnek a többiek, Dránkilli, Svetlana Bojko, Ambrus Erzsi, aki sérüléssel bajlódik, az Achillesze van begyulladva most már hetek óta, de vállalja a játékot. Iványi Dalma, a csapatkapitány, a csapat lelke is egyúttal, Adena Branzova, Keller Anna Mária, Chantal Anderson, Szakács Ildikó és a sor végén Károly Andrea, a bedobó és góldobó, az egyik a pécsi csapatból. A másik oldalon a szamarai bemutatásán már túl vagyunk, és ezzel kapcsolatosan rengeteg érdekesség és rengeteg meglepetés derült ki itt a helyszínen. Erről majd néhány perc múlva amúgy is szólok, most viszont jön a két játékvezető bemutatása, róluk is emlékezzünk meg. Bár tegnap, aki nézte a soproniak mérkőzését, már találkozhatott a két bíróval, és én azt hiszem, hogy nem velük volt baj a tegnapi találkozón. A cseh Lukes az egyik, és Csukalovic a másik játékvezető, régi ismerőseink, ők nekünk sok-sok mérkőzést vezettek már az Euroliga találkozók során itt Magyarországon. Na, most akkor néhány szót a meglepetésekről. Egyrészt nagyon sokan várták, nem reménykedve őszintén szólva, inkább tartva tőle, Svinkest. De hát Svinkest nincs itt a Szamara összeállításában, és nincs itt Pécset sem, sőt már az előző hazai szamarai bajnoki mérkőzésen sem lépett pályára. Az orosz csapat vezetése egy mukot nem szól arról, hogy mi a helyzet vele. Olga Artyesinát 4-es számmal nevezték a találkozóra, nagyon helyesen, tehát ott van a mi összeállításunkban is, de nincs itt a csarnokban. A többit a magyar himnusz után. Erkel kottáját nem követte hűségesen hangról hangra, amit hallottunk, de az minden esetre biztos, hogy a pécsi B közép, a Zebrák sokat fejlődtek karének tekintetében az elmúlt szezonhoz képest. Alakul ez most már szépen lassan. Az, hogy az orosz csapat összeállítása így alakult, hogy ennél a szónál maradjunk, mint ahogy alakult, az már csak azért is nagyon érdekes, mert ugye két olyan ászáról van szó a vendégegyüttesnek, akikre külön fel szoktak készülni a csapatok. Nos, a Mizo BVSK-nak, amelynek tagjait az imént már láttuk a bemutatásnál, de itt van szépen rendszerint az összeállítás is. Szóval a pécsi együttes most rájuk nem kell, hogy készüljön, így is maradtak bőségesen sztárok, hiszen Európa bajnokokkal teretűzdelt együttes a Volga-Burmás Szamara társasága. Artyesina nélkül is így van ez, Rakhmatulinára gondoljunk csak, vagy Korstira, Stepanovára. Én azt hiszem, hogy ez így is sztárparádi. Ott van az amerikai Mary Ferdinand, és itt van a cselány Kamila Vodicskova, akit szintén láthatunk az Európa-bajnokságon. Az, hogy a Szamara együttese pedig úgy szerepel itt az Euroligában, ahogy a szezon egyik óriási meglepetése. Most jelenleg ott tart a dolog, hogy Igor Grudinnak ez az utolsó esélye. Neki arra, hogy ott maradjon a szamarai kispadon, a szamarai együttesnek pedig egyúttal arra, hogy megmaradjanak az esélyei az Euroligában, mert ha itt ma nem tudnak nyerni, és ez a fenyegető rém a pécsi csapat számára ebben a mai találkozóban, akkor minden reményük és esélyük elszáll, elúszik. Hát nagyjából ezek az előjelek a Volga-Burmás Szamara elleni találkozó előtt. Engedelmükkel én majd csak Szamarának nevezem őket, másfelől pedig kollégáimat hadd kérjen meg arra, hogy a visszhangot vegyék le a fülünkről, mert 3-4-szer hallom magam, és akkor még Pálinkás József meg sem szólalt mellettem, pedig őt is meghallgatnám 3-4-szer. Mit érzel a mai találkozó előtt? Köszönöm minden esetre a lehetőséget, és a vízhang ellenére el kell, hogy mondjam, hogy itt remélem a meccs végén nem az lesz a vízhang, hogy fizikálisan nem bírtuk végig a mérkőzést, mert úgy gondolom és úgy érzem, hogy Rádgéber Laciék igaz, egy nagyon nagy menetet mentek úgy, ahogy a Sopron, és ebben a nagyon nagy menetben biztos nem frissen és üdén érkeztek erre a mai mérkőzésre, de nagyon fontos mérkőzés ez, mint ahogy ezt elemeztük már az előjáróban, és ez a fontossága annál is inkább kiemelt, mert ő maga Rádgéber László mondta el nekem személyesen, vagy pontosabban nekünk személyesen a mérkőzés előtt, hogy itt nagyon fél attól, hogy a lányok hogy bírják majd az utolsó szakaszt, a mérkőzés utolsó szakaszát, hiszen nekik azt kell mondjam, hogy szerkezetben is borzasztó nehéz helyzetben vannak, mert hát Ambrus Erzsébet sérülése nem biztos, hogy teljes értéket fog majd nyújtani a mérkőzésen, és nagyon nehéz ezt a palánk alatt a lepattanózásba fölvenni ezzel a
csapattal, az orosz csapattal a verseny. Az, hogy egy bedobóval kevesebb a Szamara Artyasina személyében, azért az egy komoly lehetőség, és talán az esélyek megnöveléséhez is jó a pécsiek mellett. És azt se felejtjük, hogy ugye az első fordulóban, mert az Euroliga sorozat második körének első találkozója, tehát most jönnek a visszajátszások az első meccsekhez képest. Azt hiszem, hogy Európa szerte szenzációt keltően 10 ponttal sikerült a pécsieknek Szamara otthonában győzniük. Nekünk most itt már egy pontos előny és végső győzelem is bőségesen elég. Rádgéber László és Füzi Ákos a képen. Rádgéber az elmaradhatatlan ásványvízzel, amiből el szokott fogyasztani 2-3 literrel is egy-egy mérkőzés során. Lehet, hogy nem annyira szomjas, mint amennyire idegesít ez a pótlék. No, hát akkor Anderson, Tranquilli, Iványi, Branzova és Károlyi a kezdőcsapat a pécsi együttesnél, a labda pedig a magasban. Innentől kezdve egy a cél, meggyőzni másodszor is a Szamarát, mondjuk olyan tempóban, hogy a Károlyi most tette. 2-0, elekezdés. Ez persze nem megy majd mindig ilyen könnyen, ezt pontosan tudhatjuk, az amerikainál, Fernandnál a labda. Csegoljával lépett ki egy pillanatra, aztán gyorsan helyet is cserélt Korstinnal, aki most ütközik egyet, aztán visszaadja Csegoljevának a labdát. Anderson és Csegoljeva fognak egymással végig csatázni, amíg mindketten bent vannak a pályán, ez szinte biztos. E tekintetben talán Andersonnak néhány kilónyi előnye van, de hát majd meglátjuk, hogy ez azért hosszú távon és összességében mennyit jelent. Anderson azt mondja, hogy megszokta az európai kosárlabdát, mi pedig nem szokjuk meg csodálni ezeket a bepasszokat, amelyek a fábla alá mennek a pécsiek játékának egyik jellemzőjeként, a mélységi passzok. Az egyik legfontosabb eleme a pécsiek játékának, Tranquilli dobott 2 pontot az imént. Szóval azt mondja, visszatérve Andersonra, hogy egészen másképp fújnak a játékvezetők itt, mint a WNBA-ben, az Egyesült Államokban, amihez ő hozzá van szokva, ahhoz a stílushoz, hogy ott bizony engedik az ütközéseket, engedik a keményebb játékot, nem fújnak azonnal, hogyha kézhez ér az ember. Amikor ide került Pécsre, az első meccseken általában az volt a legnagyobb gond, hogy gyorsan kipontozódik, vagy ott van a határán. Mint ahogy Károlyi most odaütött, lehetséges, hogy ezt Amerikában engedték volna, bár nem hiszem, hiszen Korstin zicsert dobott volna, hogyha Károlyi Andi nem csap oda. Szóval most már megszokta, fegyelmezettebb, kevesebb személyi hibát gyűjt, ezzel többet is segít a csapatnak, és hát így aztán már a védekezésnek egyik fontos pillére. Reméljük, hogy ez ma is így lesz. Mellette most ott áll Sztyepanova, bár Korstint látják, az oroszok klasszisát, és Oroszországba visszaigazolt klasszisát a képen, aki bedobja a büntetőket, 4-2-re módosítva az állást. De az Sztyepanova például azért ismerős itt a pécsieknek, túl a nemzetközi szerepléseken, túl azon, hogy az Európa-bajnokság egyik sztárja volt már 2 évvel ezelőtt, és ott volt most is idei nyári görögországi EB-n. Mert hát itt játszott másfél hónapot Pécset a szülés előtt, másfél évvel ezelőtt. Iványi. Kockázatos volt, de megvan, Rahmatulina szerezte meg majdnem a labdát, Tranquilli. Ferdinand vele szemben, Branzova ott az ittszer, lejön, de Anderson megy a lepattanóért, kap egy faltot, dobhat 2-t. Nagyon éberen és nagyon jól kezdett a pécsi csapat, és remélem, hogy ezt tartani fogjuk, egy lendületes, dinamikus játékot játszott. Én mérkőzés előtt kérdeztem Rádéber Lászlót, hogy fog-e a védekezésen változtatni, hogy átérnek-e területvédekezésre. Azt, hogy elképzelhető, de ez csak nagyon rövid időszakokra fogja a mester bedobni a meccs során. Igen, hát azt is elmondta Rádéber, hogy annyiból van edzés hiánya a pécsi csapatnak, az elmúlt időszak elsősorban a regenerációról szólt, és nem annyira a taktikai elemek gyakorlásáról. Valóban ez egy nagy sorozat, amiben a Pécs, meg a Sopron is, és általában az európai kupákban résztvevő csapatok, női csapatok benne vannak. És hát emellett ugye a bajnokságban és a kupában is komoly céljai vannak a Pécsnek, ennek mindnek meg kell felelni. Sztyepanova fordult be nagyon szépen és nagyon könnyedén. Igen, Branzovának föl kellett volna emelnie mindkét kezét. Az viszont remek, és így még jobb. Ha bemegy, már az sem értelmes megoldás, hiszen végig belefújtak a játékvezetők, így aztán teljesen ideig volt, hogy a tábla teteje vagy a gyűrű belseje a végállomása a labdának. Eltelt 2 perc, lendületes kezdés után egy picit most megtorpant a pécsi csapat, remélem Károlyi most rám cáfol. Igen! Egy középtávoli van. 6-4. Iványi mellett viszi el Korstin a labdát.
aki aztán most Károlyival találja szemben magát. Stepanovát próbálták megakadályozni abban, hogy labdához jusson, lemaradt róla Anderson, most viszont Rachmazulina. Vele sok bajunk lesz, ezt lehetett előre tudni. Egészen kiemelkedő kosárlabdázó, Oksana Rachmazulina. És a szamarai csapat egyik legrutinosabbja. Hosszú évek óta, vagy 7-8 éve a nemzetközi kosár életben edződik. Franchilli! Hát a külsők eddig remekül sülnek. Jó a leosztás. Anderson nagyon szépen teszi ki, és pontos a befejezés. 9-6. Csak aztán most védekezzünk is hatékonyabban. Ferdinand visszalépés hibának tűnt egy pillanatra, engedték tovább a játékvezetők, aztán Ferdinand el is dobja, és oda is dobja, hát hiszen látják. Nem fordul elő ez gyakran, de nem is egy különleges alkalom, hogy ott marad a labda, ilyenkor általában az a megoldás a férfi mezőnben, hogy valaki felugrik és kipiszkálja, a nőknél pedig az, hogy a játékvezető kiütje a labdát a helyéről, hiába. Na, azért itt 2-10-es, 2-15-ös óriások ritkábban vannak. Temelere még Korszti rá is dob egyet. Károlyi szabálytalankodott. Az alapvonali bedobásra azt hiszem mondanom illene valamit, ugye feldobás nincsen már, és a feldobás kedvezményezettje a vendégcsapat volt, majd a következő, hát nem mond pont ilyen, mert alig hiszem, hogy kétszer egy meccsen előfordulna ilyen jelenet. A következő feldobásos helyzetben a pécsiek lesznek a kedvezményezettek. Ez ugyanúgy oda-vissza fordul, mint a kezdés joga egy fél időn belül. Franchilli. Megkéri az orosz mestert, hogyha lenne kedves visszafáradni a saját területére, Rubin megteszi. Iványi. Károlyi vissza Iványinak, Franchilli kéri, van mozgás, most rendesen Branzova. Tűnik talán egy picikét passzívabbnak támadásban, most kéri ott a palánk alatt. Most viszont nem kapja, és de jó, hogy nem kapja. Iványi triplája. Beúzódik az orosz csapat, ezt a miénk eddig remekül használják ki, nagyon jó százalékban dobjuk kívülről a kísérleteket, aztán mi viszont nem védekezünk a befutó Korsztinnal szemben. Ez már második sajnos, oda kellene erre figyelni, mert Korsztin ezt nagyon jól csinálja. Károlyi, a dobócsel után inkább visszafogja magát, Branzovától kapja vissza, megint üresen áll, csak ez egy rövid dobás, nagyon rövid volt. Jönne a kontra. Iványi Dalma tökéletes ütemben ért hozzá lábbal a labdához. Rachmazulina. Korsztin és Károlyi. Károlyi csak Korsztin szemét figyelte, itt zajlott előttünk a dolog. A labdára nem is nézett, csak a szemét, mit csinál, merre megy, kit figyel. Most viszont jó az zárás Stepanovától, Korsztin egy pillanatra megindulhatott, Károlyi így is odaér, csak hát a másik oldalon nem vigyázunk, nem figyelünk. Stepanova, egy középtávoli, lejön, hozzuk el lágyot, Branzova. És lehet menni 12-10-es pécsi vezetésnél. Károlyi, Branzova. Branzova egy picit talán felpörökette, bocsánat, hogy emiatt dohogok. Az ő jó játéka nagyon fontos a pécsiek számára. Anderson, a kosár jó, a falkot befújják, jön rá még egy dobás is. Tökéletes forgatókönyv. Károlyi bolykót cserél a pécsieknél, miközben látjuk az ismétlést, és látjuk azt is, hogy itt szerencsére nem a dobókézre ütöttek oda, így aztán be lehetett fejezni az egykezes dobást kényelmesen, miközben még erre jön is egy büntető. És jön egy időkérés. Igen, és az időkérésnél van egy megjegyzésem, amit az oroszok szerintem át fognak most alakítani, hogy a zóna védekezését, amit Román Jégon is mondott, hogy behúzódva zónáztak ellenük, ez bizony
helyek közel szétlőttük, kilőttük, úgyhogy elképzelhető, hogy itt mindenképpen a védekezésre váltani fognak. Támadó játékokat is rendezni kell, de én azt hiszem, hogy ez legyen az ő bajuk. Elsősorban nekünk továbbra is ilyen határozottan mozgásból, lendületből kell játszani ezen a zóna ellen, és megkeresni azokat a helyzeteket, amik Károly Andinak is adottak, és az előbb Iványi Dalva is helyzetben volt, nem kapta meg a labdát, de bent belső poszton viszont gólt tudtunk dobni belőle. Úgyhogy én azt hiszem, hogy kellőképpen jó fölkészülten vettük fel eddig a harcot a Szamaraiak ellen. Igen, hát az ő játékuk miatt pedig Rudin edzőnek följön a fejem, meg a saját állása miatt is. Mondom, a hírek egyértelműen azok, hogy neki ez az utolsó meccse itt Szamarával, hogyha veszítenek Pécsett. Pedig hát ő is egy nagy hírű, igen ismert edző a nemzetközi kosárlabda életben. Nyilván nem így szeretne búcsúzni egy orosz csapattól. Miközben persze az sem kérdés, hogy az orosz együttes tulajdonosának, Vladimir Istyuknak bőségesen lenne pénze arra, hogy őt kifizesse és egy új edzőt hozzon. Azt mondják, hogy ez a csapat gazdagabb, mint a Jekaterinburg. Több pénzből gazdálkodnak. Meg azt is mondják, hogy Istyuki egyenül, és ez egy óriási előny, hogy Kálmanovicsal szemben, aki a Jekaterinburg gazdája, de nem teljes egészében. Ferdinand! Iványi hozhatja Verrotot Zincer után. Bojko először ér labdához. Bojkónak iszonyú fontos lenne, hogy az első kísérlete sikerüljön, egy nagyon lelkizős típusú játékos. Hihetetlenül küzd a dobáson az önbizalma, akkor van meg, ha bemennek a labdák. Ez nem volt egy rossz kísérlet, ha ez őt vigasztalja, de azért bemehetett volna. Nem változtattak. Ráadásul egy támadó faltot fújtak. Nem változtattak a védekezésükön, maradt továbbra is a zóna védekezés. Meg volt most is a helyzetünk, sajnálom, hogy Bojkónak ez nem sikeredett, mert ezzel lehet igazán aztán ezt a zónát szétlőni. Reméljük, hogy a 0%-unk megmarad a meccs végéig. Borstin birkózik bent Tranquillivel, nehogy már jön hozzá a lepattanót, ez az Iványi. Tranquilli nagyon ügyesen tolta, nyomta kifelé a palánkaló Borstin. Bojko, ott van Branzova mellette, hogy Iványit választja. A másik oldalon ott van Tranquilli. Most indul el a tábla alá. Anderson ütközik egy nagyot. Ebben ez lesz a nehéz Anderson számára is, hogy ott bent viszont a darálóban erősek is, meg magasak is az oroszlányok, meg a légiósaik. Ugye gondolok itt elsősorban Vodicskovára. Iványi szabálytalankodott. És rutinosan időben, mert nem jár azért dobás. De már jár sajnos, mert az ötödik hiba, ha jól sejtem. Úgyhogy két dobásnak illene következni, ha én jól számolok. Jól számolok, most javítják a táblán is. Így már nem is volt ez olyan jó üzlet. Közben cserélnek az oroszok. Olga Podkoványikova érkezik. Hogy lehet ezt a nevet becézni, vagy rövidíteni, hogy ne törjön ki mindig a nyelven? Már is Ferdinand a könnyed. Olgi. Olgi. Vagyunk-e olyan viszonyban, hogy így szólítsam? 15-11. Az amerikaiak általában jól ütletőznek. Mondjuk a mi amerikaink, a Pécsi Anderson, az előbb ezt éppen nem bizonyított a nagy erővel, de hát a kivétel ugye erősíti néha a szabályt. Ferdinand például 80 pontos. Jó, 1080 pontos. Jó ez a zóna most nagyon. Tranquilli. Olgasztó nehéz. Bojko. Egy másodperc el kell dobni. Lejön a gyűrűről. Ennek a labdának esélye nem volt arra, hogy bemenjen a játék, pedig ugye ez is egy szabálymódosításról, azt sem már felesleges mondani. Úgyis minden kedves néző pontosan tudja, ilyenkor mehet tovább. Ferdinand. Köszönjük szépen Iványi Dalma, zseniálisan védekezett és játszott el a szabálytalanságot, ami őt érte. Ferdinandnak a második személyi hibája ez egyúttal. Nézzék meg, kicsit kint a könyök, de hát ugye legyünk őszintén, Iványi Dalma sem vette fel azt a pozíciót, ami alapján őt egyértelműen védeni kellett volna ebben a helyzetben. 15-12. Tranquilli. Anderson, Bojko őt is választja. Megint az ausztrál, ausztrál-amerikai.
magyar összjáték. Tranquil indul meg az alapvonalnál, Ambrus vissza egészen Iványinak, de lányok, megint lejár az idő. Bojko és Branzova együttes erővel, Ambrus együttes erővel hozzák el a labdát. Ezt látva azonnal cserél meg az orosz edző, hozzá vissza Sztyepanovát, hogy meglejön a magassági fölény a palánk alatt. Bojko jön befelé. Tranquilli teljesen tisztán dobhatja, de kár érte. Aztán mutatja Tranquilli Andersonnak, hogy kire kell vigyáznia. Hát igen, Vodicskovára. Meg Korsztire, meg mindenkire, aki arra jár. Korszti nagyon él ott festékben, hihetetlen rendülettel törbe, és nagyon szépen csinál meg egy-egyben. Így van, ezek a befutásai nagyon nehezen védhetők, és érzi a pécsi csapat, hogy neki nem nagyon szabadna fölállt védelem ellen játszani, hanem föl kéne gyorsítania mindenképpen a játékot, hogy ezt kezdték a mérkőzés elején, és mostanában nem találkozunk azzal, hogy lendületből, mozgásból, befutásokból próbáljunk helyzetbe kerülni, hanem egy kicsit úgy megálltunk és vergődünk a területvédekezés ellen. De hát remélem, hogy ez csak egy múló rosszulét lesz a mérkőzés folyamán, és megtaláljuk az ellenszerét majd. 50%-os a dobó teljesítménye eddig a pécsi csapatnak, mezőnyből 38 a vendégeké. És 7-5 a lepattanózás aránya szintén a hazaiaknak, ami számomra őszintén szólva meglepetés, de hát kellemes meglepetés, emiatt azért inkább ne bánkódjunk. Ferdinand! Kovalnyikova indul meg, így sikerült megállítani Ambrus. Első személyi hibája, pécsi csapatnak pedig, hát jól számolom ebben a negyedben, ez a hetedik lehet. Nem kevés. Az egyik. Marad az egy pontos előny, és marad a labda az oroszoknál, ez az utóbbi a nagyobbik baj. Azzal az egy pontos előnnyel még ellennénk akár a legvégén is. Stepanova próbálkozik, és megint Ambrus. Kotkovalnyikovának adta a labdát, ugyanaz történt, mint az előbb. Annyi a különbség, hogy 30 centivel arrébb szabálytalankodott Ambrus. Szamarai időkérésnél láttam, hogy az edző nagyon akkurátusan a rajzoló táblára egy hosszú nyíllal a befutás ábrázolta a játékosokat, és sajnos ezt elég sokszor megcsinálják. Erre meg mi nem nagyon tudunk válaszolni, csak személyi hibákkal, amiből büntetőket dobnak. Kotkovalnyikova megint egyet dob be, ezzel most akkor egyenlít. Most már megint pontok kellenek, lányok, elég régóta nem dobtunk. Bojko, Iványi, Anderson is kérte, de ott áll mellette Sztyepanova, ez így nem lesz könnyű. Korstin fölött kell eldobni, de el kellett megint dobni, mert lejárt a támadó idő lassan. Az nem lenne baj, hogy hosszan játszunk, az a baj, hogy utána rosszul fejezzük be, most már nem az első alkalommal egymás után. Az első alkalommal nem is lenne egymás után, persze. Kotkovalnyikova indul meg. Bojko. Nem volt könnyű ezt megszereznie. Iványi. Károly. Tiszta dobóhelyzet volt egy pillanatra. Ez a pillanat elmúlt, ott van viszont Ambrus előtt, jól van! Ez most a legjobb korja. 40 másodperc átrelévő idő, 2 pontos elő, Rahmatulina. Elindul egyedül, Bojko megy vele, rálép a labdára, de kiváltott kicsodát. Senki senkit, jól van, bedobás akkor a mi a munka. Nagyon szigorúan mutatott a játékvezető, először azt hittem, hogy faltot fog mutatni. Aztán láttam, hogy már csak a láb mutat, így már jobban hangzott a dolog. Bojko. Károly. Nézzük az órát is. 7 másodperc támadó idő, tehát olyan 4-jel kevesebb, mint ami hátra van, és betalál Bojko is, jól van. 20-16. Ezt talán itt a szünet előtt Bojkót is feldobja. Rakhmatulina eldobja, mert mi más tehette.
Mi pedig konstatálhatjuk, hogy az első negyedet nagy játékban és nagy küzdelemben a bécsi csapat hozta 4 pontos előnyel, meg azt is megjegyezhetjük, hogy a szó most a szünetre szokás szerint Budapestét. Erzsi, elállniuk a folytatásra, és így van ez még 3 negyeden keresztül, miközben azt lestük, miközben önök a bécsieket látják, és Andersontól, hogy nagy hével magyaráz a többieknek, Károlynak, meg Ambrusnak, hogy az orosz edző, aki itt tőlünk olyan 3 méterre mutatja a táblán, hogy mi lesz a folytatásban, a játék változatlan ezeket a befutásokat erőlteti, és arra rajzol újabb és újabb variációkat, most megint egy következőt, ami ugye a palánktól a jobb oldalra szól, tehát általában ők jobbról fognak indulni a befutásokkal a jelek szerint. Igen, és ez a befutás nekik be is jött, hiszen távolról nem nagyon dobta a gólt ebben az első 10 percben. Nyilvánvaló, hogy továbbra is azt próbálják erőltetni, ami bejött nekik, mert rengeteg személyhibát összeszedett a bécsi csapat, és ez nagy hátrány jelenthet majd a későbbiekben is. Jön Károly segíteni Iványinak. Branzova, Ambrus, Branzova. Ajajajajajaj! Mekkora tripla volt! Visszafojtotta az ember a leheletét, ez olyan lapos volt, nézzék meg, hogy odaér a gyűrűhöz. Sutty! Gyönyörű! Korstin! 23-16. A kosár pedig nem jó, hiába mutatja az egész orosz kispad, hogy na de miért nem jó. Csendben jegyzem meg, lehetett volna. Igen, jó is akár. Rossz alapvonali védekezésnek köszönhető ez a helyzet, szituáció. Ambrus szabálytalankodott egyébként megint. Ugye elég gyorsan ki fog pontozódni, ez a 3. volt. Azért mondom, a személyi hibákra nagyon kell. Ezek egy labdaszerzés, Iványi! Stepanova keze alól halászta a labdát. Rahmatulina megint Iványi mellett. Károlyi lép ki, hogy legyen ember, akinek passzolni lehet. 10 másodperc még a támadó idő. Károlyi! Hú, pedig szépen megcsinálta magának a dobóhelyzetet, aztán lemarad az akció követéséről. Nincs, aki segítsen Bojkónak. Korstin. Korstin egyébként is hihetetlen gyors, de nézzél meg, Károly így hátrálva most ér csak vissza. Jó, persze, figyelt már előre is a cselájra, Vodicskovára. És most megnézhetjük, hogy védekeznek emberfogás ellen a oroszok, és mi mit tudunk nyújtani emberfogás ellen. Az orosz edzőközben felháborodottan követeli a helyiektől az első négyes statisztikáját, amit nem kapott meg. Ambrus! Bojko! Megint az idő, megint az óra. Bojko hiába dobja be. Ezt hamarabb kellett volna. Hát ez most nem először fordul elő velünk. Még akkor is a Duda nem szólalt meg, hanem még időben sikerült eldobni, de hát kétszer-kétszeresen dobtuk el, kétszer meg megszólalt a Duda. Ez azt mutatja, hogy az oroszok azért jól védekeznek, nem könnyű ellenük. Mert tovább félpályát nem ért, sem a labda, sem a láb, Vodicskova mentette. Ferdinand. Vodicskova hozza a lepattanót, odaadja Stepanova kezébe, neki dobni sem kell elég felnyúlnia. ...23-20 tehát. Bojko. Károly próbál szabadulni, de Korstintól nem könnyű. Bojkónak kell elvállalni a gyűrűt ér, többet nem. Rahmatulina Branzova mellett könnyedén, Bojko mellett nehezebben, de azért Korstinnak csak odaadja. Megint a palánk hát, alatt, megint a befutás. Neked meg kell, hogy mondjam, hogy ennél keményebben is lehetne talán egy picit védekezni Korstinnal szemben. Nézzék meg, milyen könnyedén lépkedott el, miközben hát egy picit ilyenkor szokták taszigálni. Ha máshogy nem, akkor hassal, combbal a másikat, hogy ne fordulj már meg. Igen, elég meg, könnyű dolga van Korstinnak. Megelőzni, az egy nagyon döntő része ezeknek a betfelé mozgásoknak, hogy megelőzöm labda felől, lezárom a szöget, hogy ne tudjon labdát kapni, és hát ezt nem nagyon tudjuk megoldani, nem véletlen kérte ki Rádgével Laci az idejét, és ebben az időkérésben bizony össze kell raknunk mindenképpen a védekezésünket, mert itt látszanak fordulok, mert ahogy látjuk, Branzova távoli dobása, azt hiszem, hogy dobásban, dobó százalékban nincs akkora gond, mint a védekezésünkben, és itt íme a védekezésről szóló mutatvány, hát ezt illenék azért megfogni és megállítani.
53% a 39-el szemben a jelenlegi állás bizonyítva azt, hogy nem a dobásokkal, hanem inkább a védekezéssel van baj. De hát végsősorban ugyanezt mondhatná el Igor Grudin is. De hát, hogy ő mit mondott el, azt mi nem fogjuk most megtudni. Esetleg a jeleit látjuk majd a pályán. Iványi, megint csak egy pont az előny. Ennyivel szebb volt előbb az az öt. Keller először a pályán. Branzova ugyanonnan, ugyanúgy próbálta, ugyanúgy is ment a labda, csak nem ott végezte. Ferdinand Károly vele szemben. Károly nem lép el a cserre, Ferdinand megáll. Branzova. Na, erről beszéltem az előbb. Amit most Branzova csinált, az hiányzott az előbb. Pontosan ugyanez. Gyönyörűen lezárta az alapvonalat is. Ezzel kizönkertette a szemben. Keményen odaállnak a lányok, akkor kell megijedni, pedig hát ennek a cselánynak van súlya is, magassága is. Odicskova mégsem tudott befordulni, aztán persze, hogy ellépte. Branzova. Károly. Keller. Tranquilli. Elindul az alapvonal felé, megpróbálja befejezni, és lejön, és a lepattanó most Bodicskováé. Ferdinand. Bojko szabálytalankodott. Első személyi hibája a pécsi együttesnek, pedig ez a második ebben a negyedben. Mit szólnak Rád Géber László, milyen nyugodtan ül a székén, ilyet elég ritkán látunk Euroliga mérkőzésen. Ferdinand. Branzova csak oda paskol, persze hát nem olyan könnyű azt ott előtti Sztyepanova elől. Korcsit megint hagyunk a belánkodat. Ajaj, először a mérkőzés során vezetnek az oroszok. Tranquilli. A hetes. Hát, hogyha a hetes, akkor Kamila Bodicskova volt szabálytalan. A második személyi hibája. Keller Anderson csere. Károly. Bojko kint irányítóban. Károly elcsúszik, de egy időben elpasszolja, mielőtt lépés lenne. Aztán vissza is kapja Bojkótól. Anderson. Jól védekeztek rá Károlyra, viszont elfelejtenek, el is lehetett dobni, Branzova pedig leszedi a támadó lepattanót, bravo! Aztán el is vállalja kintről. Ezt már így nem lehetett megszerezni. Korszin indul, Sztyepanova. Abból baj lehet, Bodicskova Bojkóval találta szembe magát, van köztük 15 centi különbség, de hát Branzovának oda kell állnia, mint a legmagasabbnak, Sztyepanova mellé. És milyen jól csinálja. Branzova remekül védekezik. Sztyepanova is ellépi róla. Tranquilli. Pontos passz. Ez pedig újra egy szabálytalanság. Hát lehet, hogy kevesebb pont van ma, eddig legalábbis. Chantal Andersonban, de egy dolog egészen biztos, hogy sorra gyűjtik róla a személyi hibákat az oroszok. Lényegében ott csak róla gyűjtik. Tranquilli hozza majd játékba a labdát, ha van kinek, Károlynak lehetett. Branzova, hogy te mekkora futla megint. Kérem, Branzova óriási mit játszik. Az elején nehezebben lendült bele, még mondtam is, hogy már bocsánat, közben elpasszolja Rafatulina magát, nem figyelt oda Korszin. Mondtam is az elején, hogy bele kellene lendülni, mert iszonyúan kell a pécsieknek az a jó játéka. Hát bele lendült rendesen. Tranquilli. Bojko. 26-24, megint kettő pont az előny. Károly. Nagyon röviden, de kap egy faltot, ettől lett ez ilyen furcsa ez a dobás. Segoljeva szabálytalankodott vele szemben. Ferdinand a legerősebb szamarai már abban az értelemben, hogy ő dobja átlagosan a legtöbb pontot az orosz együttesben. 14,4 az átlaga, ő jött most le. Károlynak ennél meg a büntetőző átlaga sokkal jobb, azért megnézem azt is. Nem is, 50%.
az most is hozza. Csak az, de legalább egy pont így is van, 27-24, Rahmatulina Bojko vele szemben. Alapvonal felé. És ez már csak egy odaütés, mert nincs más út és megoldás. Az is a legrosszabbkor. Kárjente Rahmatulina dobhatja a büntetőt, de ez a volt szabálytalan, második személy hibája. Visszacserél Iványi Dalma Bojko helyére. Az Európa bajnok Rahmatulina büntetője, egész pontosan. 27-27 és Tranquilli. Teljesen egyedül Károlyi a túloldalon. Egy dobócsel után vállalja el, talán első szándékból jobb lett volna, de megvan a lepattanó. Anderson tolta oda Tranquillinek. Iványi. Itt a végén megint zónáznak, a oroszok váltottak az emberfogásról. Ami érdekes és színesé teszi a mérkőzést. Azt pedig mi jól átdobtuk az első negyedben, amikor ezt tették. Ezt kéne most is, van még 4 másodperc támadóidő. Hogy itt Károlyi mit gondolt, azt nem tudom, mert a túloldalon egy lélek nem volt. Ez már szerintem labda volt, és nem kézenek ellenére befújta a játékvezető. Koroljeva meg nyilván nem fog szólni érte, hogy Poli nem történt semmi. Tranquilli szabálytalankodott, ez szerint, lássuk. Hát az bizony labda. Ez meg egy jó büntető. És megint a rossz vezetést hoz. 28-27. És van még egy dobás. Hát ha ez lett volna az utolsó dobás. Na mindegy. Tranquilli, Iványi. Az lejön, az meg elmegy az oroszokhoz. Itt a végén, hogyha belekezdünk a félidő utolsó egy-két percében egy nagy rohanásba, abból mi nem fogunk jól kijönni, én attól félek. Nem bizony, így igaz. Meg kell állítani mindenképpen a rohanást. Ez rövid, ez meg a miénk. Hiába mutatja Segoljeva, hogy nem róla ment ki, de bizony. Igen, a képlet az egyértelmű. A szamarai csapat nem nagyon tud távolról pontot dobni nekünk, de éppen ezért kéne nagyon tömören megfogni a befutó játékosokat. Na, az meg rohanva nem megy. Tehát úgy, hogy odafutunk, elszúrjuk, visszarohanunk, és nem felállt védekezés ellen. De játszani az oroszoknak, az úgy nem fog menni. Anderson megint megkapja a soros faltját. És az Gyepanovának nagyon jó, hogy összejött. Hát igen, bár ez még csak a második személy hibája. Ellenben 4-4 csapathibánál jár mind a két együttes. Most nekünk vigyázni kéne, és valahogy kierőszakolni a következőt az oroszoktól itt a vége felé. Most sem lenne baj, ha nem kellene minden pontért megküzdeni, hanem büntetőkből jöhetne az első félidő zárásaként jó néhány. Anderson, kettős csere lesz az oroszoknál egyébként. Segoljeva és Podkovalnyikova jön majd be. Anderson meg bedobja mindkettőt és visszaveszi a vezetést. Rahmatulina. Még az alapvonalnál bizony rosszul váltottak a lányok. Az az igazság, hogy Segoljevára figyeltek, és ráváltottak, így a Teferinándról lemaradtak, és az alapvonal üresen maradt. Anderson itt lépett volna ki, de már késő volt. Anderson. Razova. Károlyi. Ez is lejön. Ez pedig egy gyors kontra, most már ne is bántsuk. Úgy is megcsinálja legfeljebb, akkor még rosszabb megdobhat is rá egyet. Gorszti dobta be a két pontost. Könnyű gólokat adunk időnként az oroszoknak, ami nagyon nagy luxus. Ilyen alapvonali, könnyed befutások, kontrák. Ezekre figyelni kell. Branzova, Iványi, Tranquilli. Ott tornyosult előtte. Persze, Stepanova, így aztán egészen más lett a dobás, mint ahogy ő azt elképzelte. Rahmatulina indul, meg egy támadó falt Károlyi a földön, de neki nincs baja. És ettől a helyzettől nekünk sem, ugye már 2 percen belül
Három pontos különbség és orosz előny. Igen, ezek a palánk alatti erőlködések az oroszoknál. Ha jól védekezünk, akkor nagyon megbosszulhatja magát. Márpedig ezt jó védekezéssel, tömör védekezéssel meg tudjuk akadályozni. És egy picit föl lehetne kínálni a távolítás lehetőségét az oroszoknak. Nem nagyon találtak be az első 10 percben sem, és a másodikban sem. Úgyhogy megvan a második fél időre a képlet, Rád Géber Lászlónak is biztos vagyok benne, úgyhogy remélem, hogy ezzel élni fogunk. Rád Géber higgadtan konzultál Füzi Ákossal. Szinte szokatlan ez a látvány, nem? Iványi! Károly mentette meg a labdát. Tranquilli. Nem szeretem ezt a zónát, inkább embert védekezzenek ellenünk. Nagyon vergődünk a zóna ellen. 4 másodperc a támadóidő, el kellett dobni, de hát ezeket a lepattanókat most már nem mozzuk el. Most már nagyon vigyáz Igor Grudin, hogy mindig meglegyen a magassági fölé, most is így van. Mi pedig 3-2 ellen sem tudunk védekezni. 32-29, Rád Géber László most időt kér. Egészen fura módon higgadt, vagy tudja, hogy mi a vége, és akkor mi miért izgulunk. Én azt hiszem, nem is értem. Hogy... De egyébként ez nem baj, mert lehetségesen a lányoknak így azért több információt tud átadni, mint hogyha kiabál és pörög csak. Benne a parketten táncolnak, de most nem táncol a második negyedben a pécsi csapat. Igen, és ez a nem táncolás abból adódik, hogy a védekezésünkben egy hibák csúsznak, és a palánk alatti védekezésünk kifejezetten gyenge. Ha visszaemlékszünk ezeket a helyzeteket, visszapörgetjük, akkor ott kaptunk egy csomó gólt, és ez bizony nem volt szerencsés. A másik érdekessége, hogy a emberfogással kezdték ezt a második 10 percet az oroszok, és utána átváltottak zónára, és ez ellen a zóna ellen nem nagyon találtunk be távolról, és nem nagyon volt befutás sem a zóna falai közé, hanem adogattuk körbe a labdát, és távolról a helyzet volt, eldobtuk. Hát bizony ez megbosszulta magát. 34-29, 5 pontos különbség, baj még nincs, figyelmeztetést viszont kapott a pécsi csapat. Úgy kellene azzal a lendülettel, hogy az első negyedben ez ment, de hát persze, ez könnyű mondani. Az pedig, hogy a szamarai együttes az életért küzd, az még a persze ez túlzás, mint a szinte szó szerint lehet venni. Az edzőért, egyes hírek szerint a lányok a saját fizetésükért. Károly pedig büntetőket dob majd. Ferdinánd szabálytalankodott. Lassacská kipontozódik, ha ez így megy tovább. De nem Ferdinándnak ítélték, hanem Podkolványikovának. Neki pedig persze csak a második volt. Miért láttam én, hogy Ferdinánd szabálytalankodott volna? Károly javít a büntető statisztikáján. Méghozzá gyökeresen, mert most már ez 75%-os, ugye 4-ből 3. Amin javítani egyébként, mert 4-szer próbálkozott Károly Andi kívülről, és mind a 4 dobás a sikertelen kategóriába került. Ferdinánd! Csak palánk alól ne kapjunk gólt. Tranquilli megy vele, Ferdinánd nem is tudja bedobni, a Fernandez a kezéből. Hát lényegében szinte a fejével együtt eldobják a labdát, de a miénk is, így aztán ez Andersonnak sem fáj annyira. 40 másodperc, 3 pontos orosz előny az első fél idő végén. Iványi. Branzova. Károlyi. Valami? Na mindegy. Azt akartam mondani, mondom én végül is, hogy Károlyi egészen hányaveti módon furcsán vállalja el időként a dobásokat. Ez is ez a kategória volt. Igen, erről beszéltünk az előző mérkőzéseken is, hogy nem áll vele igazán Andi ezekben a dobásokban, és úgy látom, hogy a karmunkával is esetenként dobban, tehát többféle technikával dobja el. Mindegy, az persze milyen technikával, ha bemegy, akkor az ember a technikán nem is gondolkozik. Rahmatulina, Forstin már megint, és megint teljesen üresen, aztán leszedi a lepattanót is, és nézzük, és nézzük, és nézzük, aztán reklamál egy sor. Talán nem is ok nélkül, de ez most mindegy.
és a labda most megy ki, úgyhogy végül is senki nem ér hozzá, és senki nem dobja rá. Andersonnak a passz nem volt pontos, nem volt jó. Hát, 3 pontos orosz előny, semmit el nem döntve, amin az ember néha aggódik, nézve a második negyed eseményeit, tudod azt, hogy minthogy egy picit szétesett volna a bécsiek játéka. Amellett, hogy hozzá kell tenni, ez az orosz csapat sem annyira virtuóz, mint amennyire a hírük alapján, a játékosok egyéni híre alapján érzékelni lehetett volna. Nem bizony, és ezt a mérkőzés kezdése is igazolta, hiszen egy nagyon lendületes, jó játékot játszottunk az első szakaszban, és utána ez a zóna elleni megállás, tehát hogy nem tudtuk azt a zónát tovább lerohanni, tovább leindítani, ez egy borzasztó hátrányt eredményezett a pécsi lányoknak, nem tudtunk könnyű gólt dobni, és amikor felállt védelem ellen kellett nekünk pontokat szerezni, hát abban nem voltunk igazán jó dobó százalékkal előrukkolva. De azt kell, hogy mondjam, hogy a orosz csapat sem mondható igazán jó távoli és középtávoli dobócsapatnak, legalábbis a mai mérkőzésen. Na de ott van Korstin, az pedig nekünk elég baj jelentett. Igen, a falánk alatt. 16 pontot dobott eddig Korstin, őt kellene valahogy megállítani. Na jó, mi most nem elemzünk tovább, arra ott van a kollégáink a stúdióban, és nem szólva arról, hogy itt van még egy FIBA játékvezető, és Simon Judit mellett Váradi György, Judit parancsolj tiéd. 1 perc, 20 másodperc múlva, ha minden igaz. Itt a statisztikája az első félidőnek, ami azt mutatja, hogy rendesen romlottak a 2 pontos dobások statisztikai adatai a pécsieknél, ebben már jobbak az oroszok, de hát ezt láttuk a saját szemünkkel is. És hát azt is mutatja, hogy elég sokszor próbálkoznak a pécsi lányok kintről, ugye ennek okairól a szünetben bőségesen esett szó, és hát bizony az elején jobban ment, most itt a második negyedben katasztrofális mutatót hozott a 3 pontos dobásokkal való kísérletezés. Amit ez a statisztika nem mutat, az az, hogy Korstinnal kell valamit kezdenie a pécsi együttesnek. Ő önmagában a jelek szerint képes arra, hogy megverje a pécsieket, ez persze egy kicsit idézőjeles, de ha belegondolok abba, hogy 16 pontot dobott egy fél idő alatt, úgyhogy 64%-os a dobó teljesítménye, akkor azért ez elég sokat mutat, meg hát a látvány is nagyon sokat mutatott, hogy mennyire könnyedén, simán tud befutni a pécsi lányok között, és megtenni mindazt, amit akar, befordulástól a passzolásig, és akár a befejezésig. Na jó, itt mindenki azt mondja, hogy a harmadik negyed az mindig nagyon jó a Pécsnek, most is az lesz, és eldől a mérkőzés. Az optimista pécsi szurkolókkal együtt legyünk mi is optimisták. És Anderson szedje ezt a lepattanót, így van mi. Iványi. Branzova. Anderson, Trankil és Károly még bent a pályán. Ez tehát a pécsi kezdőcsapat, Rahmatulina Ferdinand, Bodicskova, Stepanova. És most a pályát birtok, pályát, a labdát birtokló, de hát a pályát is, Korstin. Az 5. ember az oroszoknál. Ez pedig lépés. Így. Nincs is vita. Itt is stabil a védekezést kap. Azonnal másképp itt van. Kellett rakni a kezét, megint ott állt előtte Branzova. Trankili vállalja el kintről. Vonalról dobta el, 2 pont. És már csak egy a különbség, és most már Rád Géber is felállt a második félidőre. A pálya széléről diktálni a játékot, ahogy szokta. Ferdinand. Rahmatulina keres valakit, akinek tovább lehet tenni a labdát. Korstin nagyon egyedül. És nagyon rosszul dob szerencsére. Iványi ugrik a legmagasabbra, mi azért bravúr, mert ott volt Podicskova is. Trankilli, Károly, Iványi. De jó lenne a Károly is összeszedni magát a dobásokra. Lehet, hogy ezt rosszkor mondtam, de megvan legalább a lepattanó. Lehet újra kezdeni, újraindul a támadó idő is. És újraindult a közönség is itt Pécset. Óriási tombolás, hatalmas szurkolás, mint ahogy szokták. Még akkor is, ha érdekes módon most nincs teltház, és hogyha Iványi senki, de senki nem kísérte. Iványi Dalma szokás szerint megpróbálta visszaosztani a labdát egy befutó embernek, na az nem volt. Volt viszont futó ember az oroszoknál, szokás szerint Korstin, 18 pontos. Trankilli. Trankilli.
Iványi nagyon messziről, de még be is mehetett volna akár Dekár érte, egy pici szerencse. És megint Korstin, megint teljesen egyedül, nem is megyünk vissza rá védekezni. Korstin nagyon-nagyon játszik. Erre azt szokták mondani, hogy annyit játszik, amennyire hagyjuk. De hát ő nagyon jó játékos, nagyon nehéz őt megfogni. Frank Hilli. Ez is lejön. Mégiscsak meg kellene próbálni valahogy egy kis birkózással, akár Andersonnak ott benne a tábla alatt pozíciót fognia, mert ez így, hogy kívülről szórjuk el a labdákat, aztán pedig jönnek ők kontrából, ez így sok jót nem ígér. Igen, jól érzed, szóval nagyon elkapkodjuk ezeket a dobásokat, és ebbe az adókapokba belemenni, hát nem biztos, hogy mi jövünk ki jobban ebből, tehát mindenképpen egy tudatosabb, nyugodtabb, higgadtabb, lendületes játékra van szükség. Károly, Branzova. Orokdobás nem jó, támadó lepattanót legalább leszettünk. Tranquilli, ő is kintről. Na ez jó! Végre, végre, végre valami. Ferdinand. Dent Anderson küzd Kepadovával. Őt kitolja valahogy. Viszont megint az alapvonali védekezés. Nagyon kint védekezünk, az egy más kérdés, hogy szerencsénk van. Teljesen üresen hagytuk ott az alapvonalnál lévő sávot, a befutás sávját. Tranquilli, Iványi. Anderson kicsúszik a kezével a labda, éppen Sztyepanova ölébe. Ferdinand vissza, ez pedig támadófalt. Ügyesen odáldalma. Korstinak annyira váratlanul érkezett ott Iványi Dalma, hogy megállt előtte, hogy igazán védekezni sem tudott az ütközés ellen, meg az ütés ellen, amit a talaj mért rá, de jól van. És szerencsére Iványi is. Branzova, Tranquilli. Megvárta Iványit, Károly kap egy faltot Ferdinándtól. Neki pedig azt hiszem, ez a negyedik lehet. Nem, még csak a harmadik. Miért akarom én azt a lányt állandóan kipontozni vajon? Nagyon jó, hogy a... Gyönyörű! Tranquilli! Megtalálta a távolságot kintről, most a másik oldalról, de ugyanolyan messziről. Bravo, Tranquilli! Aztán pedig jól védekezik, és meg is szerezzük a lepattanót. Tranquilli és Anderson közös erővel. Rahmatulinától. Tranquilli. Ismét Pécsi vezetés és Pécsi támadás. Iványi. Alig tudja megfogni a labdát, olyan erővel csapódott a kezébe. Branzova, Károlyi. Károlyi is kap egy faltot a dobás pillanatában, ami nekünk őszintén szólva jól jött, mert ez sem volt egy jó dobás. Orosz edző időt kért. Korstin támasztotta meg Károlyi karját. Igor Gludin pedig időt kért. Néhány héttel ezelőtt már volt egy edzőcsere a Szamaránál. A korai sikertelenség miatt akkor Igor Gludin vállalta azt a feladatot, hogy na majd ő megmenti ezt a csapatot. Most őt fenyegeti már a tulajdonos azzal, hogy ő is repül, hogyha nem lesz erre megoldás. Meg hát a hírek szerint megfenyegette a játékosokat is azzal, hogy félfizetésért fognak dolgozni, hogyha nem mennek tovább a legjobb négy között a csoportjukból. Ez az, amiről ugye beszéltem korábban, hogy az oroszok számára óriási a tétje ennek a találkozónak. De hát a pécsieknek is őszintén szólva, ha ez a két pont meg lenne, akkor megint lejjebb lehetne szakítani az üldözőket a csoportban, ami nagyon fontos lenne a jövő évi folytatás előtt. Mert azt se felejtsük el, hogy már még a pécsiekre egy lengyelországi megméretés a jövő héten. A nehéz sorozat tehát folytatódik. Na lássuk, talán innen mi látjuk, hogy Rudi mit rajzol a táblára. Megint a befutások. Igen, nagyon megint arra épít a támadó játékban, egyértelműen arra épít, hiszen a mérkőzés nekik támadást tekintve erről szól, és ehhez megvannak a megfelelő játékosai is.
Nekünk pedig Károly Andrea büntetői vannak meg, ebből kettőt kellene most bedobni, hogy egy picikét talán lehessen szusszani, bár a három pontos előny éppen a levegővételre elég, az igazi szuszogásra nem. Az igazság az, hogy lepattanózás van, és ez is egy fontos mozzanata volt, hiszen a meccs előtt beszéltünk erről. Egált játszott, közel egált játszott a Pécs, és remélem Andinak ezek a büntetők most meghozzák a dobó biztonságát. Az első bent van minden esetre, statisztikai adító büntetők. Meg ez is jó. Károlyi 8 pontos, Tranquilli egyébként a legeredményesebb a pécsi csapatban a maga 12 pontjával. A most padon ülők közül pedig Bolygónak és Ambrusnak van 2-2 pontja eddig. Lejön, és megvan. Branzova vigyázott, hogy Iványi Csekki ne zavarassa meg a labda megszerzésében, aztán Anderson nagy nehezen meg is szerzi. Kár érte. Plusz egy lehetett volna, így viszont két büntető következik Branzovától. Nézzük Branzova statisztikáját már a büntetőket tekintve. De a mai meccs alapján nem nézzük, mert ma még ugye nem dobott, de nézhetjük összességében. 85,7%-os, az jó. Ne cáfoljon ránk most sem a bolgár lány. -38, 4 pont a különbség. Tranquilli két triplája óta egészen más a hangulat a csarnokban, és egészen más talán a hangulat a pályán is. Tranquilli szabálytalankodott. Ott abban a mozdulatban lökte meg a Horiorga Sztyepanovát, amely mozdulatból elindult volna az oroszlány. Tranquilli második személyi hibája egyébként. Csere, jön Keller, látják is a képen, Anderson helyére. Igen, Andersonnak nagyon nehéz volt a támadásban a palánk alatt helyzetbe kerülni, mert Sztyepanova nagyon jól védekezett ellene, és nem is úgy érkeztek oda a labdák, hogy azon tudott volna valamit is kezdeni. Nyilván ezért Laci egy picit leültette, hogy nézze meg kívülről a megoldási lehetőségeket. Megvan az a labda, bizony, Sztyepanovával elpackázt a Korsztin most. Tranquilli, Iványi, nem kell kapkodni lányok, Keller. Branzova gyönyörű csellen lép el, és aztán kihagyja. Kellert nagyon kilökték. Viszont legalább érjünk vissza védekezni. Keller egy picit lemarad, Branzova nem. Branzova zseniálisan védekezik a mai nap, kérem. Károlyi, na, ez az, van, jól van. Ez az Andi. -38, 7 pontos előny, ekkora vezetés még nem volt, és az oroszoknak is csak 5 pontnyi. A kosár jó, és erre még jön is egy dobás. Meg egy orosz csere is, Podkolvalnyikova érkezik. Sztyepanova némi légszomjal lebattyog a pályáról. Ő gyakorlatilag az Európa-bajnokságra tért vissza bármi Sztyepanova a szülést követően. Aki emlékszik az EB orosz mérkőzéseire, vagy akár az EB döntőre láthatta is a babát, hiszen a pálya szélén apuci is túl ott volt. Aki az első pillanattól születésétől fogva be van oltva a kosárlabdáért. Vagy nagyon fogja utálni, vagy kosárlabdázó lesz belőle. Károlyi! Hát az bentről jött ki szinte. Branzova pedig hiába próbálja elérni a labdát Csegoljevának, jobban kezére esett. Rahmatulina, Korsztin, Keller fogja Podkolvalnyikovát, ez eddig eredményes is. Aztán rájut most a leggyorsabb és legponterősebb orosz is, Korsztin. Ó, de kár. Neki pedig beszédül az, ami a másik oldalon, nem Csegoljeva. Károlyi. Gyors kontrára próbáltunk építeni, ez nem ért célt, hiszen visszaértek az oroszok. Branzova viszont ott van szabadon. Oh, és támadó faltot fújnak a játékvezetők. A labdáért folytatott harcban Csegoljeva is kapott egyet.
Balázsovának ez a harmadik személyi hibája ráadásul. Rád Géber gyorsan le is hozza, őt is, meg Tranquillit is. Anderson vissza, és Bojko is be a pályára. Igen, vigyáznia kell a edzői döntés. Vigyáznia kell a Lacinak arra, hogy a utolsó 10 perc az a bizonyos fáradtság és az a fittségi állapot megmaradjon még a játékosoknak a végelszámolásnál. Akik pedig benn vannak a pályán, nekik az eredményre kell vigyázni, mert az egy pontos előny, ugye, az már kimegy. Elég gyorsan leapadt 2 pontra. Góllal kellene befejezni ezt az akciót. Iványi mutatja Kellernek, hogy mit kellene csinálni, gyerek híjebb. Gyönyörű! Iványi dalma! Fantasztikusan könnyed, laza mozdulattal dob egy triplát. 48-43. Korstin, Bojko szerez labdát. Na, ez az, lányok, most már labdaszerzés is van. Fáradnak az oroszok is láthatóan. Keller, Károlyi. Nem az első alkalom, még ha nem is sikerült megszerezni a labdát, hogy ott voltunk a határán. Lehetett őket zavarni, már nem olyan a gyorsaságuk nekik sem, mint volt a második negyedben. De Anderson kezéből Korstin kiszedi a labdát, és megindul. Nem kell ott már bántani, Bojko okos volt. Többet ártottunk volna vele, mint használunk, de hát ilyen hibákat nem szabad elkövetni. Ilyen jól nagyon régen láttam játszani Korstin. Az EB-n sem játszott ilyen jól, ha így visszalapozok a... És érdekes is, hogy Európa bajnokságon meg is voltunk lep, hogy milyen keveset játszott, igen, a rossz válogatottban. Igen. Pedig hát Európában elég kevés játékos van, aki képes őt megfogni, megállítani. Remek ritmusérzékű, nagyon gyors játékos, lát a pályán, jól osztogat, és pont erős is. És sajnos most mi is érezzük, 22 pontos. Igaz, hogy ez itt a harmadik negyedben egy sokkal jobb arány, mint amilyen volt mondjuk a másodikban, amikor sorra szólta nekünk a pontokat. Cserélt közben Rád Géber, László, Elison Tranquilli jött vissza Károly Andrea helyére. Kellett. Itt közben meg a kispadon összeveszett Podkovonyikova meg az edző, ami ilyen szempontból jól jel, szökkentse ki az edző kollégát. 50-45, amíg az oroszok idegesek, addig mi lehetnénk nyugodtak, de hát tessék mondani, ez egy olyan meccs, ahol lehet az ember nyugodt. Korstin. Lépés. Koroljeva lépje. Annyira mutatta a játékvezető, annyit Koroljeva egy hét alatt nem tud lépni, ahányszor a játékvezető két karja pördült. Nyilván az értetlenség is generálta ezt a gyors mozgást. Iványi. Bojko. Jó messziről vállalta. Időnként az ember a pécsieknél ezeket a dobásokat nem teljesen érti. Ez is teljesen előkészítetlen volt, és hát felesleges is, hiszen bőven volt még támadó idő. Hát meglátjuk, hogy... Koroljevát büntette rögtön Igor Grudin lecserélése az előző lépés hiba után. Koroljeva is odavágja a melegítőjét. Nincs túl jó hangulat az orosz kispad környékén, igazad volt. Rahmatulina! Kár, mert ezt ha mezőnybe fogjuk meg megint, akkor oldal bedobás lehetett volna, érted? De... Keller arcát az előbb látták, nem önmagában volt ő ilyen és vágott ilyen grimaszokat, hanem Rád Géberre kommunikált ilyen módon, aki nagyon kiosztott az oldalvonal mellől. Nyilván nem a faltér elsősorban, hanem a megelőző mozdulatokért, az a szélre van a Rahmatulina. Iványiért. És egy támadásnyi idő. 50-46. Na most okosan, lányok. Lehet egy faltot kierőszakolni, nem muszáj eldobni távolról. Igen, hiszen az oroszoknak megvan már az 5 csapathibájuk, tehát így is, úgy is dobunk. Kap egyet Anderson. Rendesen megtolta őt Sztyepanova, de ez nem mentség semmire. Az idő meg lejárt, a dobás érvénytelen. Az eredmény pedig 50-46 a harmadik negyed után. Hát ha a nézők azt várták, hogy a harmadik negyedben minden más lesz, ebben volt némi igazságuk, de annyira nem volt más, hogy egy nyugodt folytatás elé nézhessünk. Jön egy nagyon-nagyon izgalmas negyed, de előtte másfél perc még a szünetből.
Itt látják Igor Grubin tábláját. És itt láthatják azt is, hogy ugye a formáció közül váltogat most néhányat. A befutások azok félbe maradnak a jelenleg, nem, most éppen azt rajzolja. Előbb pedig rajzolt egy olyan formációs játékot, ami arról szólt volna, hogy a befutó játékos a gyenge oldalra játsza ki külső dobásra. Erre kell tehát számítanunk. Ezt fogjuk látni nagy valószínűséggel a negyedik negyedben orosz támadójátékban. Hát aztán meglátjuk, hogy a pécsi lányok hagyják-e, mert ugye ezeknek mindig az a titka, hogy ez két partner kell, az egyik, aki meg akarja csinálni, a másik, akitől lehet. És akkor itt térünk vissza a harmadik negyedre, amely harmadik negyedre 19-12-re nyert a Pécs. Úgy, hogy a Tranquillinek volt két triplája, ez megadta az alaphangot a folytatáshoz, és utána bizony Korszinék nem tudtak úgy vibrálni már a pécsi tábla előtt, mint ahogy az első-második negyedben szinte akadálytalanul tehették időnként. Sokkal stabilabb lett a pécsiek védekezése, most aztán ez azért van-e, amit az ember időnként érzett az oroszokon, hogy kezdenek fáradni. Azt majd megtudjuk, Anderson viszont 52-46-ra növeli, és változtatja az eredményt meg az előtt. Anderson nagyon mérges volt, majd nem tud Palánk közeléből gólt dobni, és ezt nagyon jól csinálta. Továbbra is zónáznak az oroszok. Na meglátjuk, hogy az lesz a játék, amit Igor Grubin leírt. Most minden esetre 2 pont és egy dobás. Vodicskova minden esetre nem játszott, aki külső dobásra, ő megoldotta egyedül. Bojko. Iványi. Jó ez az átfutás zóna ellen, csak menjen a labda is körbe. Anderson most kellene visszatenni Iványinak, elég nehezen jutott el odáig, hogy körbe mehessen. Keller vállalja el kintről és dob egy elég súlyos homályt. Megint indulna a kontra, Ferdinand a másik oldalon már Rajmatulina nem őt választja és ezzel el is passzolja. Anderson egy picikét megfogta a cselányt, Kamila Vodicskovát, és ez elég is volt. Keller. Anderson, ezt viszont el kell csinálni, így van. Könnyű gól, de kevés volt ebből, és milyen baj, hogy ez ilyen kevés volt. Minden egyes pontért meg kellett szinte küzdeni. Egyetlen egy kontra volt igazán, amit Károlyi fejezett be. És hát nevezzük ezt is könnyű gólnak, mert hiszen teljesen akadálytalan gyors támadás volt. Keller szabálytalankodik. Neki ez a második személyi hibája, itt pedig a szenvedő fél Maria Sztyepanova. Csegoljeva mindjárt visszatér a pályára az oroszoknál, Rahmatulina a labdával. Bojko megy vele, Keller pedig egy kicsikét távolról védekezik, így el lehet dobni, utána a földre kerül Vodicskova, a labda pedig Tranquillihez. Túloldalon Keller teljesen egyedül, most már persze kérdés az előző dobás után. Iványi Dalma biztos-e, hogy őt akarja választani a dobásnak. Tranquilli, inkább szépen nyugodtan felállunk, járatjuk a labdát. Anderson, de szép játék volt! Iványi Dalma káprázatos passzolott. Időt is fog kérni a orosz egyből, nem véletlenül, mert nagyon jól megoldottuk a zóna elleni játékot. Kicsit lépésgyanús volt bizony. Sztyepanova visszaszedje a lepattanót. A tábla aljára üti a labdát, ellépi, itt minden játszott. 56-48 időkérés, most Igor Grubin él a lehetőséggel, hogy szólhat néhány szót. Az övéihez Tatjana Segoljeva pedig majd utána jöhet be a pályára. Hát jól kezdődik a negyedik negyed, őszintén szólva, egy picikét az elején megijedtem. De szerencsére nem kell félni. És ami a támadás befejezéseket illeti, óriási volt az, hogy sikerült Andersonnak bent mozgásból labdát kapnia, és ezek a mozgásból történő befejezések nagyon jókor jöttek, és könnyű gólokat dobtunk, tehát nem olyan gólokat, hogy vértizzadtunk érte, hanem könnyű gólokat. Na most, ahogy átnézek ide a orosz kispadra, hát nagyon sápadtan nézik a rajz művészetéről híres orosz edzőt, nem akarok nagyon ironikus lenni, bár az voltam. A jelentős grafikus. De ezzel együtt ez a 8 pont, én azt mondom, hogy megnyugtató kell, hogy legyen, és innentől kezdve nem leállni, hanem továbbra is ezt a mozgékony játékot játszani, és védekezésbe pedig úgy, hogy ezt tettük, labdákat szerezni.
A végeredményt tekintve persze számunkra teljesen mindegy, hogy a pécsiek javultak fel annyira, amennyire ez érezhető a második félidőben, hogy az oroszok fáradtak el, vesztették el a saját ritmusukat, de azért érdekes kérdés lehet. Igen, így van. Hát én megint visszautalok arra, amit Rád Géber Laci mondott a mérkőzés elején. Most érkezünk el abba a szakaszba, hogy fizikálisan melyik csapat fogja jobban vinni. Stepanova kapott egy nagy gyomrost, itt óvatosan kifigyeltem, és itt a gyúró is kezelte az időkérésnél, tehát minden apró részlet döntő lesz, és fontos lesz, és marad továbbra a zóna védekezésük. Bojko Iványi, Tranquilli átfut keresztbe, de mennek vele, Ferdinand vigyázott rá, egyből nem kaphatta meg, hogy esetleg dobóhelyzet legyen, Iványi lép be, Keller, gyerünk Mackó, dob be! Jól van! Neki is sikerül. Na, lassan mindenki bedobja magát. Nem mint eddig, nem teljes bedobással játszottak volna a lányok, csak nem mindig ment be. A túloldalon sem, de most segolja válnak, igen. 58-50, bocsánat, elég gyorsan jött a válasz. Iványi. Bojko. Nem jó. Nagyon látszott, hogy mit akar Bojko, lassan adta, hárman is odavetődtek, Rapatulina. Az egy teljesen tiszta, jó védekezés volt, ez pedig egy feldobás, bár nálunk a labdára hamarabb fut a játékvezető, mielőtt Bojko szabadította volna. És sajnos a oroszok a kezdvezményezettek. Na de hát voltunk mi is, ez pedig ugye oda-vissza jár. Tranquilli. Ideges az orosz csapat, én legalábbis úgy érzem és úgy látom, kis pad felé leső tekinteteken is, akik tanácsot várnak, hogy mit évők legyenek. Aztán lehet, hogy ez Igor Gudin állandó rajzain múlik el elsősorban. Iványi! Mekkora triplát dob! Messze magasan át mindenki feje fölött. Azt hiszem a mezői legjobbját látjuk. Az elején azt mondtam volna, hogy a mezői legjobbja egyértelműen Korszti, neki egy fél idője volt azóta, ha bent van, hanem lépés. Szinte észrevehetetlen, így van, ez lépéshiba. Talán most már Iványi a legjobb. Bojko. Na most eljut Andersonig, aki nem tudja kiszabadítani a karját. Stepanova öleléséből, hát nem volt túl szeretetteri ez az ölelés, de hát erről nem is volt szó korábban. Igen, sem. Nagyon nehéz Andersont ott a palánk alatt helyzetbe hozni, mert nagyon jó védekezik Stepanova is, és a másik magas is, tehát Vodiskova, amikor benn volt a pályán, le is hozzák Stepanovat. Én azt hiszem, hogy az a gyomor szájon történő ütés az mindenképpen befolyásolja, jött is le is hozta az edző. Te magát az ütést is láttad? Vagy csak a csak azt, hogy fogja, és utána pedig itt a gyúró masszor. Mert azon töprengek, amióta mondtad, hogy én nem emlékszem erre, tehát lehet, hogy ez egy könyök volt, egy felugrástól, amelyik valami bordát talált. Hát, hogy a lepattanóira, hogy küzdenek ilyen előfordul. Branzova! Hogy egy tiszta! Pedig érkezett, repült kifelé Potkolványikova. Átdobta rajta Branzova. 64-50, nagyon megszorja most a Pécs az oroszokat. 5 perc 17. Devagina is bent a pályán az oroszoknál, vele még nem is találkoztunk eddig ezen a meccsen. Most Korstin vív földharcot Bojkóval, ebben Korstin jobb volt. Most Bojkónak a jelek szerint jobban fáj, mert ugye meg az arcát fogja egy kicsit. Jönnek a büntetők, Mary Ferdinand mutatja majd be őket. Ilyenkor szoktam pásztázni a kispadot, és ülnek a játékosok sápadtan, a természetesen a szamaraiak. Megkiabáljunk el semmit, én még nem merek semmit hát elkiabálni. Nem bizony, a 10 pont, nem egy 13 pont, nem egy olyan nagy előny. De azért az már előny. Főleg így, hogy ez is kimarad, hozzuk el. Ej, de kár érte, nem sikerült. A friss erő ugrált a pályán, Jekaterina Demagina. Ne dobás közben faltoljunk, előtte. Megint.
ugyanaz a vége, azzal a különbséggel, hogy be is megy. Olga Podkolványikova, 2 pont és 1 büntető most. De előbb 10 pontot mondtál, lehet, hogy mindjárt valóban annyi lesz. A 13 másodperc alatt adtunk 5 pontot az orosz csapatnak. Na, nem baj. Iványi. Reméljük legalábbis nem lesz baj belőle. Bojko. Branzova. Iványi próbálta kérni, teljesen tisztán futott be a palánk alá. Talán most Tranquillinek is lesz ott területe. Így nem. Branzovának viszont van ott a falt. Ez az, menni kell. Jól vezetik a díjót. Meg kell, hogy mondjam, mind a két fél együttetű véleménye lehet, hogy jó játékvezetés van ma. Már a nyertes mindig elégedettebb a játékvezető. Már ez egy szép tiszta szerelés volt, de testtel tolta alul a játékos. Így van, közben reagál a próbájegondnak a megjegyzésére is. Tranquilli kihajtotta magát, nagyon Károly most egy kicsit pihenhetett, Rádgébert cserélt is. Branzova pedig bedobja, megint növeli az előnyt 11-re. Tartsuk 10 kívül őket, akkor nem lehet baj. Ne kelljen a végén egy idegölő büntető csatába belekeveredni. De Magina indul meg. Ferdinand. Maci, butaság volt ez a falt. Főként azért, mert ugye mi már túl vagyunk a 4 csapathibán, tehát ebből is dobások jönnek. Lássuk. Főleg így, így szívesen látjuk Olga Podkolványikova. 87,5% a büntető statisztikája az Euroligában. 66-55. Most már aztán jöhetne egy kosár, akár akció, akár büntető. Bojko. Mehet most a blokk, sok blokk emberre védekeznek, sok blokkot adjunk, úgy van. Károly próbál megindulni. Branzova nem maradt egyedül. Valójában gyorsan odaért, Károly eldobja. Ez is lejön, dobjuk már be, lányok, könyörögve kérem. Most viszont le fognak kontrázni minket. 3-2-es helyzet. Remek szerelés Iványitól. Miket csinál ez a lány itt a második fél időben? Így aztán marad a 66-55. Még akkor is a 3 zicsert hagytunk ki. 5 másodperc alatt az előbb, az orosz palánk alatt. Károly. Arra nem lehet. Jól védekezett rá Podkolványikova. Korsztin akadálytalanul oszhatja. Egészen mostanáig Bojko zavarta egy kicsit, most Iványival ütközik. A szokásos recept, ismét támadó falt. Ki tudja hagyatszor. Iványi és Korsztin csatájának ez egy külön érdekessége. Azt hiszem, ez lehetett Korsztinnak a 4. támadó faltja. Gyakorlatilag pontosan szó szerint ugyanebből a helyzetből. A 3. támadó falt volt. Ez onnan derült ki, hogy ez volt a 3. személyi hibája Korsztinnak, ő pedig védekezésben nem hibázott még. Rakhmatulina jön majd mindjárt az orosz csapatba. 66-55 változatlanul. Károly. Nem kapunk pontokat, de mi sem dobunk. Bojko indul meg. A legjobbkor! Na, az ukrán lány is megmutatja, hogy lehet rá számítani. Lehet itt mindenkire, kérem. De Magina indul meg. 68-55. Amíg 10 kívül vannak, nincs, nem lehet baj. Podkolványikova. Anderson ütközik vele, ütközik még egyszer, nem is tudja eldobni tőle Podkolványikova, és megvan! Milyen kalapda, Iványi! 3-as csere következik az oroszoknál, na ilyet is ritkán látunk. Lassan sor cserél Igor Grudin. Branzova. Anderson remek paszt kapott. És aztán ütközik egy nagyot, nincsen nagy baj, csak rosszul esett, azt hiszem. Igen. Elnézést is kérnek egymástól a lányok, Segoljeva. Igen, előzékenyen nyújtja a kezét. Itt az ütközés. Gyakorlatilag ráesik, így megtolja. És az időkérés ideje is eljött.
Hát ki ne érteni, hogy időkérés következik. Azt hiszem, mind a két edző számára ilyenkor van mit mondani. Nyilván Igor Grudi sokkal idegesebben, mint Rád Géber László, de hát ahogy látják, most már Rád Géber is pörög rendesen. Igen, és én azt hiszem, hogy a lányoknak is nagyon jókor jön mindkét csapatnak az időkérés, és örömmel mondhatom, hogy a szamarai csapatot fáradtabbnak látom, mint a pécsieket. Nyilván ebben belejátszik az is, hogy hazai pályán, hazai közönség elé jobban összekapja magát a játékos, jobban oda tud figyelni, és túlesik hamarabb a holdponton, és a holdponton jobban ki tud lépni, de egyértelmű, hogy a szamarai csapatban nem véletlen, hogy ilyen hármas cseréket csinál az edzőnk, hogy Jónaéban említette jégkorom cseréket, és ez jelzi azt, hogy igenis elfáradtak a végére. Sztyepanován is látszott, hogy nem ugyanaz a régi Sztyepanovát látjuk, mint azt korábban ez teljesítette. Az persze nehéz megállapítani, hogy a szülés után milyen erőállapotban lehet Sztyepanov, hogy az Európa-bajnokságon láttuk, hogy percekre tudott segíteni az orosz válogatottnak. Nehéz lehet játékban utolérnie magát fizikailag valakinek, bár ugye azt mondják, hogy a játék a legjobb fizikai felkészítés. Közben pedig, amit önök láthattak az előbb, az Iványi Dalma egyik legszebb asszisztja volt. Andersonnak adta, egészen lenyűgözően látott a pályán, és egészen fantasztikus ritmus érzékeltett át a túloldalra a labdát. Anderson büntetői 69-55, 14 pont. Lehetne 15. Meg is van. Anderson 15 pontos, az sem akármi ám az orosz csapat ellen. Közben pedig egy falt a mi palánkunknál, megint jönnek a büntetők, Sztyepanova. De talán jobb, mint hogyha hármas kaptunk volna. Épp azt akartam mondani, hogy most ebben a szakaszban még talán az az egyetlen esélye a szamarai csapatnak, a hármasokkal megpróbálja szétölni a meccs végét, de hát ez most nem sikerült, mert csak büntetőt tudnak dobni. Sztyepanova 78%-ra szokta dobni a büntetőket. Most 57%-nál jár, nem hozza tehát a büntető formáját. Egyébként is szerencsénkre Sztyepanova semmilyen formáját nem hozza igazán. Amellett persze 12 lepattanót szedett, ami nem akármi egy-egy mérkőzésen. Anderson hagyja ki. Igen, ebben volt jó Sztyepanova egyedül, hogy Anderson nagyon jól megfogta védekezésben. Most viszont Anderson fogja meg a labdát, szintén nagyon jól. Nem olyan könnyű ám onnan kiszabadítani azt a labdát, amikor minden orosz odavetődik. Károlyi 70-56. 2 percen belül állva tapsol a pécsi közönség, vas taps a pécsi csarnokban, de hát ezt ki ne értené. Iványi. A labda a pécsieké. Mennyi támadó idő maradt? 4 másodperc, hát az nem sok. Károlyi, Branzova, az lecsorog, indulhatnak az oroszok. Podkolványikova teszi ki a labdát Rahmatulinának. Sztyepanova kapja vissza és fejezi be az akciót. Azt nem lehet mondani, hogy pontokat sem nagyon dobott. Ez a 7. pontja. Csere, Tranquilli jön vissza. Egy félreértés. Itt egy elég súlyos félreértés, az orosz csapat levonult a pálya szélére, mintha időkérés lenne. Rád Géber László cserélni akart, cserélt is. A játékvezetők megkérik Rád Gébert, hogy a vonalra figyeljen. Rád Géber megkéri a játékvezetőket, hogy ők meg a mérkőzésre. Igen, azt mutatja Laci, hogy ő cserét kért és nem időt kért. És a zsűripad pedig időt. Hát látják, a szájról olvasok előnyben, bár sok szépet nem olvashatnak mostanában. Iványi! Károlyi! Tranquilli! Most már az időt is figyeljük, az sem nagy baj, lányok, csak éppen Sztyepanovának ne adjuk oda ilyen könnyen a labdát. Rahmatulina, nem könnyű áthoznia, kint a kar, kint az evező, de hát persze, hogy kint van, az mindig kint van ilyenkor. És rajtszél győzelmet adott Rahmatulina, végigvezeti a saját palánkja alól, és bedobja a miénk alatt. 1 percen belül vagyunk, 70-60. Mi baj lehet, kérem? Sokan várták, hogy érkezik ide a világ egyik legjobb kosárlabdázója, Sven Cash.
Hát ő nem jött, és lehet, hogy cash hiányával az oroszoknál is el fog fogyni a cash. Mert hogyha igaz az, hogy a tulajdonos kiesés esetén felére fogyasztja a játékosok honoráriumát, akkor lassacskán ezen elkezdhet gondolkozni a mai vereséggel. De ez legyen az ő bajuk, mi meg azon töprekhetünk, hogy ez a pécsi csapat egy olyan meccsen, ahol hihetetlenül meg kellett küzdenie minden pozícióért. Kívülről kellett dobni, mert belül nem volt terület. És nem mentek a külső dobások bő egy negyeden keresztül. Egy olyan meccsen is képes győzni, képes úgy győzni 70-62-re, hogy a harmadik negyed elejétől kezdve, Franklinik két triplájától kezdve gyakorlatilag teljesen egyértelműen uralja a játékot azzal a Szamarával szemben, amelyikre elmondjuk, hogy az életéért küzd, amelyiknek iszonyúan kell a két pont, amelyik lassan tudomásul veheti, hogy lehet, hogy klubvilágbajnok, de az Euroligában nem kerül be a legjobb 8 csapat közé. Szemben a pécsiekkel, akik megint ott vannak valahol az Euroliga csoport élén, hogy mennyire az élén, az persze a brünoiakon is múlik az ő eredményüket, meg értelemszerűen mi még itt nem ismerhetjük. Talán majd kollégáink a stúdióban már nem sokára fogják tudni, de mi nézzük azt az ünneplést, amit a pécsi csarnok népe produkál. Pandamatistul, kabala állatkástul, mindenestül. A lányok természetesen a pálya közepén szokás szerint valamit majd súgnak a nézőknek. Előbb egymás közt megbeszélik, hogy mi legyen az. Ez a külföldiek számára különösen érdekes lehet, mert hát nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk ilyen korábban a Branzova vagy Chantal Anderson sokat ért abból, ami a súgás lényege. De azért majd kiáltanak ők is valamit, hogy mit halljuk. Kellemes ünnepeket, hiszen ez volt itt a pécsi csarnokban az utolsó Euroliga mérkőzése a pécsi együttesnek jövő héten. Ugye Gdanskba utaznak, Vinnyába, ahogy a lengyelek mondják. Mi pedig még nem búcsúzunk önöktől, és nem búcsúzunk a pécsi csarnoktól sem, csak egy picike kis időre, aztán várjuk a nyilatkozókat. A mezőny legjobbját, Iványi Dalmát, ugye efelől nem nagyon lehet kétség, illetve a győztes csapat mesterét, Rádgéber Lászlót is szokás szerint. A találkozó legjobbját itt a helyiek, azaz a mérkőzés MVP-ét megnevezték náluk. Chantal Anderson lett a legjobb, ő sem ok nélkül és ő sem érdemtelenül. Mutatva azt, hogy volt itt választék, volt itt kéne kínálat, hiszen végeredményben Károly Jandi is csak megdobta a 11 pontját. Na, de erről majd beszéljünk egy picit később, néhány perc múlva. Itt van az MVP, és nálunk is lesz majd egy MVP nem sokára a Szó Budapestén. Mellettem Rád Géber László, aki kivételesen hihetetlen lelkes, attól függetlenül, hogy látványosan elfáradt. Adott volt ezen a mérkőzésen egy sztárokkal és Európa-bajnokokkal teletűzdelt Szamara, és volt egy pitch, amely hihetetlen jó játékosokkal rendelkezik, de borzasztó rövid a kispadja, és nagyon fáradt. Mi munkált ezekben a lányokban a negyedik negyedben? Hát, nagyon örülök, hogy jó játékosoknak nevezte a Mizo Pécsi VSK játékosait. Hát az van, hogy... Tehát gyorsan, hogy mi történt a meccsen, ugye az első fél időben nagyon sok tiszta helyzetet mellé dobtunk, és buta kosarakat kaptunk. Tehát a számunkról butaságokkal okozott öngólokat dobtunk. És a másik dolog pedig az, hogy nem futottunk az első fél időben. Na most ez van, hogy hiába az ember azt akarja, hogy ne kiabáljon, ne ugráljon, normálisan beszélje, normálisan viselkedjen. Hát ez nem munka normális embereknek. És az van, hogy megint, hogy az ember Phil Jacksonoskodik, és ő a kispadon aztán mondja, hogy na, akkor Kobikám, dobd be, meg majd Seki zsákolj, és fussat, akkor, na most az a szerencse, ez egy értelmes csapat, és elkezdték azt játszani újból a másik fél időbe, amit kell. Na most az van, hogy pontosan erről van szó, hogy ezt a sorozatot ebben a rotációs rendszerben, tehát kicsit hosszabb kellene legyen, mert például az első fél időben, hát meg, tehát a Károly eltűnt a pályáról, és egyszerűen nem tudtunk igazából, nem hogy eltűnt, hanem nagyon rosszul játszott, saját védekezési hibáival leradírozta magát a meccsről, és ez történt múltkor is. Akkor Chantal néhány szó, olyan állapotban volt a pályán, hogy egyszerűen lasszót oda kellett volna dobni, lehúzni, kicsit pihenjen. Látta, Ambrus Erzsike, megpróbáltuk, szegény, sérült, még nincs benne explózió. Úgyhogy hát nagy sorozat, nagy menetelés, mi már túl teljesítettünk az Euroligában a hatodik győzelemmel. Most az van, tehát, hogy ezzel a Szamara föl is adta végül, és itt az utolsó negyedet már feladták.
és ez a fantasztikus dolog, hogy Szamara föladja ellenünk a meccset. Tehát ezek olyan dolgok, hogy az emberek felfogják, hogy nem itt kell nyerni, és ez a csapat igazi erejét mutatja. Szamara a klub világbajnok, ebben a csoportban nem fog tovább jutni. Az most már biztos. Most vannak még talán matematikai esélyei, de az már az egyetemen kellene kiszámolni, hogy a variánsokat. Szerintem 100%, hogy nem fog tovább jutni, és ez mutatja a csoportunk erősségét. Na most a másik dolog pedig az, hogy arról beszéltem az ide a lányoknak egész idő alatt, hogy gyerekek, itt van egy vereség, és nem jutunk tovább. Van egy győzelem, és továbbra is most az első, másik helyen fogunk lenni. Például van ma Bruno idegenbe játszik Valenciába, tehát jönnek majd az eredmények alakulása. Én úgy számoltam ki, hogy ha hazai meccseinket hozzuk, akkor tovább tudunk jutni, de még az se biztos. Tehát egy nagyon nagy... Na most az van, hogy szerencsére jön a karácsony és jön a szilveszter, jönnek a boldogságok, jön a pihenés, de szeretnénk még vasárnap Sopronba nyerni, és még Dinyába is egy nagyon fontos mérkőzést játszunk, és azt gondolom, hogy egy nagyszerű hangulatú meccse, tehát régen voltak ennyien a sportcsarnokban, 5000 ember bent volt, hogy ilyen szép hangulatban búcsúztunk el a közönségünktől, és elvileg a Sport egy nézőitől is ebben a 2003-as fantasztikus szép évben. A Szamara meg az van, hogy amire tegnap is a pénzről beszéltek, érződik, hogy nem a Sport nem tett pénzzel, tehát az Istyuk úr, aki visszhozta Korstint, amerikaiakat, stb. Cash nem kapott fizetést, nincs cash, elment a cash például. Mi arra rászoktunk, hogy nincs cash, sajnos mi erre itt ebben az országban rászoktunk, hogy nincs cash, de azután arra tesz, ilyen probléma, olyan problémák, és már nem csapat a csapat. Habár ez egy fantasztikus dolog, kétszer megverni a klubvilágbajnokot. Rövidre zárva köszönöm szépen a szurkolást, a biztatást, és remélem, hogy még sok szép mérkőzést tudunk játszani majd a Sport egy nézőjével.